a dalokkal körbejárom igazából a határon túli magyar részeket, egy-egy dal erejéig csak, mint a fecske, ami úgy megérinti a szárnyával, hogy mit énekelnek Felvidéken, Erdélyben, Moldvában, Délvidéken, egy-egy dal erejéig, de a mesék kimondottan Székelyföldről valók. Volt egy adatközlő, magyarozdó, Magyari Pista bácsi, akitől 52 mesét gyűjtöttem, nem egyszerre, hanem 4-5 alkalommal, tehát gyakorlatilag az ő meséiből lesz az a mai este. Én először népdalokat gyűjtöttem, és amikor már mindenki összejött, a szomszédok, a rokonok, mindenki elénekelte, elmondta, amit éppen tudott, akkor egyszer csak elhal az énekszó, és akkor egyszer csak valaki elkezdi. Egyszer te halljátok-e, sa egyszer volt, hol nem volt, túl a Hargitánes, volt egy kicsi székely falu, és akkor mindenki rábámul, csend lesz, angyal száll fölénk, és elindul a mese. Erről szól ez az egész történet. A felnőttek épp úgy szeretik a meséket, mint a gyerekek, csak ezt nem mindig vallják be. Budai Ilonának mégsem okoz gondot, hogy pillanatok alatt elvarázsolja a közönségét. Nagy Kanizsai előadásán már az első történetét, az Éva születését is önfelett kacagás kísérte a hallgatóság részéről. Lehúzva mellé, Adams, mondja, jó uram, olyan egyedül vagyok, úgy hiányzik egy asszam. Az Úristennek ekkorák leszek, ne a szemeim. Mi? Asszam? Ha bizony, kicsis szeretgetése, úgy hiányozna, na uram. Elég sokat mesélek felnőtteknek is, meg gyerekeknek is, és tényleg úgy van, hogy a felnőttek szemérmesebbek egy kicsit, szóval nem szívesen beszélnek erről, de aztán, amikor belemelegedik az ember, akkor kiderül, hogy ugyanúgy tudnak örülni, kacagni, nevetni ők is a meséken, és tudják élvezni a történetet, ahogy a gyerekek. Úgyhogy ők is lélekben azért a felnőttek is egy kicsit gyerekek lesznek, amikor mesét hallgatnak. Kell hozzá az embernek egyfajta affinitás. Eleve óvónő vagyok a végzettségem, tehát van egyfajta ilyen hozott érzékem, de Erdélybe sokat járva, rengeteget hallva az ő gyönyörű tájszólásukat, a gyönyörű jelképes szófordulataikat, mondataikat, ezek annyira lekötik a felnőtteket is, meg a gyerekeket is, hogy észre sem veszik az idő múlását, és egyszer csak belezuhannak ebbe a csodába, amit népmesének hívunk. A magyar népmeséktől elválaszthatatlan Benedek Elek alakja, akinek születésnapja szeptember 30-a, a magyar népmese napja 2005 óta. Az elhangzott történetekkel noha nem hozzáköthetők, de előtte is tisztelgett az előadó. Ad vissza, Úristen! Akkor az Úristen hitta Éva, odaállított Ádám elé. No, én többet nemes veszem vissza, nemes adom, nemes fogadom be. Ádám, te tűrj Évának! Éva, te tűrj Ádámnak! Így szerkesztettem meg ezt a világot. Így van, jó! És hazamentek, döntsétek el kettőtök között, hogy melyik viseli a papucsot, és melyik a kalapa. Na aztán, hogy volt, nem tudom, de ha kentek hazamennek, már döntsék el kentek is, hogy ki hordja a családba a kalapot és ki a kapucsot, mert bizony ez így volt, még ha nem is volt igaz, csak mese volt. Budai Ilona arra is emlékeztette közönségét, a világ 6240 nyelve és nyelvjárása közül a magyart az 5. legszebb és legárnyaltabb nyelvnek választották az 1992-es párizsi világnyelvész találkozón. Fontos tehát, hogy nyelvi örökségünkre vigyázzunk és továbbadjuk. Ma van egy gyönyörű magyar nyelv, egy csodálatos kultúránk és egy csodálatos örökségünk. Ez többek között a népmese és a népi kultúránk, a népművészetünk, ami megtartott bennünket azért több ezer éven, én nyugodtan mondom, de több száz éven keresztül, és én azt hiszem, hogy minden lehetőségünk megvan arra, hogyha mi ezt nem tagadjuk meg, nem megyünk el mellette szótlanul, odafigyelünk rá, legalább nem kapcsoljuk ki a tévét vagy a rádiót, ha ilyesmit hallunk, hanem egy pillanatra megállunk és figyelünk, akkor azt hiszem, hogy ennek van még jövője, és hát mindenki szülő valahol, nagyszülő, szülő, előbb-utóbb elő kell vegye azt a meséskönyvet, és oda kell üljön a gyereke mellé, és mesélni kell,
És akkor én azt hiszem, hogy ez a folytonossága ennek a csodának megmarad. Ha mi nem akarsz te párosodni, te? Ha valami bajad van, te hozzatunk orvosokkal, csak világ végéről leesd. Ha mi nem akarsz te menyeket hozni a házhoz, kicsi lelkem? Ó, édesapám, s ha ezen ütik kertek a fejüket, jó? Ha bizony igen, fiam, egyre öregszünk, s kell az új erős, a menyecske, kicsi holokáknak ez örülnénk. Jaj, édesapám, tudja meg, én nem párosodok, jö a menyecske, és kiesz bennünket a vagyonunkból. Az asszony, ilyenki, hol van a Filip? Én erre adatok a kulcsunkra. Ha az esett anyag, Tanna néni, ha ez a bolond gyermek, ha azt itt a normális, ami az kiesz bennünket a menyecske, a vagyonunkból. A mesék igazából a felnőtteknek születtek. A felnőtt mesékből lettek aztán gyerekmesék, és ezek a felnőtt mesék azért sokszor nagyon pajzánan, pajkosan kimondják azt, amit úgy mi azért a hétköznapi beszédben nem nagyobb mondunk ki, tehát a történet is úgy van kerekítve, és ma este pontosan erről lesz szó. Tehát ez volt a kérés, hogy egy kicsit a felnőtteknek is ezt az érzéküket, vagy érzésüket egy picit mozgassuk meg, hogy felejtsék el a gondjaikat, a bajaikat, a vérnyomásmérőt, a cukormérőt, és dőljenek hátra, és kacagjanak, ha kell, mosolyogjanak, legyenek jókedvűek, érezzék jól magukat, egy kicsit zárják ki, ugyanúgy, ahogy a festésnél is, vagy a színezésnél is, zárják ki egy kicsit ezt a furcsa, rohanó külvilágot, és próbáljanak meg egy picit velem jönni a népdalok és a népmesék szárnyán egy kicsit ebbe a világba, és merüljenek el benne. Én ezt szeretném.